Úgy kell a három pontra kanizsai vízilabdázóknak, mint egy falat kenyér. Üdvözlöm a nézőket a férfi vízilabda OB1-B-s bajnokság alcsoportjának 11. fordulójából, ahol a házigazda kanizsai csapat a Hódmezővásárhellyel csap össze. Egy kis szünet után ismét köszönhetem szakkommentátor partneremet, Farkas Dánielt, akinek egyébként nagyon jó tippjei szoktak lenni, így hát most is ezzel kezdjük, mit jósolsz Dani a mai mérkőzésen? A nagy különbséghez járulhatott volna hozzá, hogyha Kasper első lövése beakad a hálóba, de ez egyelőre még kimaradt. Szóval, mint ahogy Dani is említette, a sereghajtó utazott ma Kanizsára. Hódmezővásárhelynek összesen 4 pontja van, 1 győzelem és 1 döntetlennel szerezte ezt meg. Szép csavart lövés viszont, és figyelme, hogy megadták-e a gólt. Dr. Nádasdi Zalán volt a gólszerző. Egyébként reméljük, hogy a mérkőzés végén nem lesz így, de jelenleg a gólokat tekintve, illetve a doktorok számát tekintve is jobban áll a Hódmezővásárhely, hiszen egészen pontosan 4 doktor alkotja a Hódmezővásárhely keretet, illetve a csapatban szerepel. Kanizsán dr. Kasper Gábor az egyetlen, aki büszkélkedhet ezzel a címmel. Közben Kis lóbált Kasper, ismét Kis, fölé pattam. Szóval visszatérve az eredményekre, a Hódmezővásárhelynek 4 pontja van, az hazai medencében verte meg az Újbudát, valamint idegenben a MAFS ellen játszott egy döntetlent. Az ellen a MAFS ellen, akit Kanizsa ide az a nagyon-nagyon maga biztosan egy gyönyörű játékkal vert meg fölényesen. Szóval ha csak a statisztikát nézzük, akkor egy gólzápolós győzelmet kéne aratni ma a kanizsai fiúknak. És azért most már egy remek váltás volt a védekezésben. A védekezésünk mindig magabiztos, de az első negyedre jellemző ez a kapkodás. Ez mindegyik meccsen így volt eddig idén, amit közvetítettünk. Kis. A játszás centerbe. És kiállítás lesz. 8-as játékos az első, és eddig egyetlen gólszerző a dr. Nádasdi Zalán hagyja el a medencét. Kis, Mocsári, Salamon lóbál, jó a blokk, és meg is szerzik a vendégek. Tart tette vissza kapusának, Újházinak. Egyébként arra, hogy aggodalma nincs sok, az is jól jelzi, hogy az első összecsapást még Hódmezővásárhelyen is szorosan kezdték a felek. A harmadik negyedben dőlt el az a mérkőzés, amit egyébként nem gólzápolás, hanem 2 góllal nyert meg a Kanizsa 14-16-ra. A harmadik negyedben sikerült egy 5-2-es fort kialakítani. 3 góllal akkor megtörtént meg a Kanizsa, és elég is lett a mérkőzés végéig. Mocsári, Salamon, ismét blokk. Jól vélekezik eddig a vendégcsapat. Nem fekszik nekünk igazán az ő játékuk, tehát ez visszahúzódnak, és a blokkokba lövöldözzük a labdákat, fölé lövöldözzük. Ugye az elején még idegesebbek, nem... Az első gól azt úgy gondolom, hogy áttörést tud majd jelenteni. Víg. Tar. Ismét Víg, szépen játsza be. Lajko jól lépett ki. Szépen élt együtt a játékkal a kapus. A kapuban csak úgy, mint a legutóbbi hazai mérkőzés, ismét Lajkó kezd. Sőt, ha jó a statisztikám, és általában jó szokott lenni, akkor ma végig is védje találkozott, mert Pelleit nem nevezte le Tudányi Kadósan edzer. Eladott labda közben, sőt, fordulatnak is a vendégek. Nádasdi, 2-9-es és Mocsári 26 versenyt, el fogja lőni, kapufás gól. Na ez az, amire végképp nem számítottunk. Határozottan jól kezdődött a Hódmezővásárhely.
és ismét egy doktor, ezúttal Nádasdi Gergely a gólszerző. Lassan ébred a kanizsai csapat. Mocsári. Kasper. Vissza Mocsárinak. Ismét Kasper. Kis. Kiemelkedik. Kapufa és Újházi. Közösen hárították a lövést. Továbbra is 2-0, illetve 0-2, hogyha egészen pontosak akarunk lenni. Víg. Kis vele szemben. Jól pöccinti be. Tóváti. Viszont jól jel együtt a játékkal Lajkó. Megszerezte a labdát. Dobai Gergely. Még a felvezetésben említettem, hogy nagyon kell a 3 pont, nagyon kell a győzelem Kanizsának. Szóval a tabella második, harmadik és negyedik helyezettje egyaránt 22 ponttal áll a Kanizsa is. És megvan közben a szépítés, Major. Nagyon jó passz kapott Dobaitól. Szépen használta ki. Igen, szépen mozdult a védőjéről. És egy nagyon jó higgadt befejezést láthattunk. 3 másodperc volt a támadójéből, nagyon kellett ez a jó befejezés. Talán most már sikerül irányítani a mérkőzést. Dani is mondta, az első gól lehet egy lélektani löketet ad majd a csapatnak. Egyébként a kanizsai csapatnak van a legjobb gólkülönbsége az OB1B átcsoportjában, ezért is második helyen állnak. Mögöttük harmadik helyen a Vasas, ugye negyedik, mert Szamár szövetségi kapitány volt a csapat a VVSC Zugló. Még a tabellát most már 5 pont előnnyel vezeti az Újpest, és közben itt a statisztikát sorolom. Szép gólt dob Szabó. Hát azért ebben közre játszott a szerencse. De nem is láttam, egyszer vagy kétszer is megpattant, és azért így komolyabb feltörést okozott a kapusnak. De meg kell hagyni, önbizalomban nincs hiány a Hódmezővásárhelynél, ami már csak azért is kiemelendő, mert utolsó helyen áll a vendégcsapat a tabellán. Három egy telt a vendégek javára. Salamon, Kasper, Mocsári, Kasper ismét, vissza Mocsárinak, Kasper, 8 másodperc, támadó, Kasper elővi, szép gól, Újházi már csak betolni tudta saját kapujába, labdát nem érhette el. Hát nem ez az első gól, nem ez volt az első ilyen gól, amit tőle láttunk. Reméljük nem is az utolsó. Meg nem is, reméljük nem is az utolsó, igen. Az átlövéseknek ő nagymestere. Szabó. Katona. Eladja a labdát. Jól védekelett Salamon. Ő is hozhatja fel. Padovics helyzetben. Nagyon higgadt megoldás. Ez nagyon szép volt. Gyönyörű labdaszerzés, ahogy végigvitték a támadást, és a befejezés is gyönyörű volt. 3-3. A másért, nem ezért a támadásért megértem a lejönni az uszodába. Rendszeresen visszatérő vesző Paripánk Danival, hogy több néző is kilátogathatna ilyen szép megoldásokat látni a kanizsai úszodában.
Igen, én hallottam is, hogy terve van, hogy a következő naptári évben már délutánra rakják a mérkőzéseket. Ez azért szerintem segíthetne valamennyit elérhetőbb időpontba rakni ugye a meccseket. Közben egy kontra, így jöhetek az is a csapat, Varovics. Jó bejátszás, dobait nyomják el, de ott van még a labda. Nagy küzdelemben megszerezték a vendégek. Hát én legalább egy faltot fújtam volna. Igen, igen. Úgy tűnt, hogy de. Elmaradt egy csipszó. Tóháti. Most lép ki rá Salamon. Aki egyébként Hordmezővásárhelyi meccsen a Tanizsegyek legjobbja volt 4 gólával. 15 másodperc még a negyedből, meg lehetne szerezni a vezetést egy jó támadással, Varga. Varovics. Kicsit beljebb jött most. Salamon, ismét Varovics el fogja lőni. Kapufa. Hát jó rápörkölte a labdát. Tetszett. És le is járt az első negyed. 3-3. Ugye már a az elején is említettem, hogy Daninak nagyon jó megérzése van a tippeket illetően. Hát, azt mondtad, hogy gól az áprilisos mérkőzés lesz, viszont azt is mondtad, hogy nagyon nehezen szokott belendülni a kanizsai csapat. Reméljük mind a kettőben igazad lesz. Nehezen lendült bele a fiúk, 3-3 most az állás. Reméljük a többi negyedben sikerül több, illetve nagyobb különbséget tenni a két csapat közé. Igen, azért a harmadik, negyedik, negyedben szokták igazán dominálni a mérkőzéseken, ugye eddig legalábbis így volt. Ugye a harmadik, negyedben valahogy így megfordul, ugye kiugróan jó szerintem az erőlétük is, ugye mivel tovább tartott nálunk az alapozás. Ugye ezt már az előző meccseken tárgyaltuk. Ez valószínű, hogy segít nekik ebben, hogy tovább bírják a mérkőzéseket magasabb hőfokon. Ebben talán a nem túlzok, azt mondom, hogy a legerősebb az A csoportban mindenképpen a kanizsai csapat, mármint ami az erőnlétet illeti. Ugyanakkor volt most több némileg váratlan eredmény, arról kérdeznének, hogy már nyilván nem a vezetőségben van szerepet, hanem utánpótlás játékos vagy, de milyen volt a megítélés a csapaton belül annak, hogy ugye a Vasas ellen is becsúszott egy vereség, illetve a Újpest, UVS ellen is, valamint ami még talán ennél is nagyobb ütés volt, hogy a Kaposvár ellen is egy X becsúszott. Hát igazából ezekkel együtt még mindig második a csapat, és nem elvileg úgy kezdték az idényt, hogy nem kifejezett cél, tehát nem az alapszakaszban kell ugye csúcsformát mutatni, hanem majd a rájátszásban. Ugye igazából az a célja a csapatnak, hogy a rájátszásba bekerüljön. Amíg ezt a cél tudja hozni, addig szerintem nem kell itt komolyabb vészhangokat kongatni. Igen. És azért viszont, bocsánat, a szabadon állok, de a rájátszás az nélkülözhetetlen az, hogy a mai mérkőzést megnyerje a csapat. Viszont ismét a Hordmezővásár hozta a labdát, és ők is támadhatnak. Hát ugye visszatérve többször volt már ilyen, hogy egy csapat az alapszakaszban esetleg kisebb hullámvölgyekbe került. Tehát ugye idén az NBA-ben is a Cleveland hasonlóan gyengén kezdett. Aztán mégis egy 13-as győzelmi sorozattal rukkolt elő. Úgyhogy igazából nem hinném, hogy a kisebb hullámvölgyek igazán befolyás jelentenének. Akkor legyen Kanizsa a vízilabda Clevelandje, hogy Danit idézzem. Jó passz középre. Kis. Szabad dobás kapott közben. Varga. Blokk. Nem sikerül megszerezni a vezetést. Barna. Benkő. Tíz másodperc számom idejükből. Gundul tette vissza. Benkő. 3-4 másodperc el kell ülniük a labdát. Arra sem volt idő. Szoros jó védekezés tudott a kanizsai csapat.
Varga közben megúszik, előnyben van. Varga nagy helyzetben. Ki is használja, megvan a vezetés. Igen, ugye az egész támadásunk abból indult, hogy a Hódmezővásárhelyi játékos ugye faltra játszott, amit nem kapott meg. Lejárt a támadó idejük, és egy remek észrevétellel a megúszó játékosunk elé tették a labdát, aki be is fejezte ezt a támadást. Említetted, hogy nagyon fontos a rájátszás, hogy az első négy csapat jut be a rájátszásba, a felsőházi rájátszásba. Ezek közül a csapatok közül BVSC-t sikerült megverni, ugyanakkor az Újpest és a Vasas ellen vereséget szenvedett a kanizsai csapat. Ezeken kell javítani majd a második körben. Hát igen, de azért az Újpest és a Vasas ellen is ugye idegenben játszottunk. Így van. Tehát azért itthon nagyobb eséllyel tudunk talán mérkőzést nyerni. Nem tudott közben Dobai Péter lefordulni a backről. De legalább megvan vezetés először mérkőzésen. Hát a mögött tette volna tovább egy lezser mozdulat a major. Nem volt jó a passz. Látványosat szereted volna, de most nem jött be. Benkő. Barna. Elválik az őrzőjét, egyedül van Barna, el tudja lőni. Sőt, be is tudja lőni. Barna Dániel góljával. 4-4. Hát azért én úgy láttam, hogy ez egy védhető lövés volt különben. Azért rövidre lőtte. Igaz, hogy pattintotta, de szokták azt is mondani, aki nem tud lőni, az pattint különben. Tehát ez azért egy védhető lövés volt, úgy éreztem. Talán az első hibája a mai mérkőzésen Lajkónak. Vadovics. Kis. Vissza Vadovicsnak. Kis. Nem nagyon talán most társat jól játszaná be. Ott marad a labda. Barna tudta kiütni bali kezéből a labdát. Szép védekezés volt. Maradt át a 4-4. Akkor 4-40 van vissza az első fél időből. Katona úszik fel. Majornak kell rá kiváltani. Katona. Elővi bátran, de ez most kijön Lajkóról, sőt meg is szerzi a labdát. Ez most ügyes volt, hozta a kötelezőt. Meg az a pöckoléssel egy kicsit többet is. Varga. Beviszi a sarokba. Húzásra játszottam volna be, de nem volt megfelelő pozícióban ehhez Kis. Újházi. Ismét előnyben úsz a katona. Major várhatja. Katona. 10 másodperc támadó gyögből, már csak 8. Nárasdi. Lövésre biztatták, el is lőtte. Ő most már mindenhonnan csavar, tehát... Az első gól az nagyon megadta nekik az önbizalmat. Időkérés közben. Vendég részről. Három 33 van vissza az első félidőből. Akkor 4-4 az állás. Miben kéne javulni? Hát igazából a támadásaink befejezésében úgy gondolom, hogy most már azért vannak olyan labdaszerzések, amik ugye a csapat gyorsabb gondolkodásából és a fizikai erejéből is adódóan azért fölénybe kerül, de még nem elég az ilyen jelenet. Viszont mindenképpen ebben a félidőben szerintem jobban játszunk, vagy ebben a negyedben jobban játszunk, mint az előzőben. Hát ezt a számok is igazolják. Vadovics. Salamon. Vissza Vadovicsnak. Ismét Salamon. Megint ő.
10 másodperc, Barovic, ketten elpasszolgatják a legesztelő időt. Meg volt a lövés, de nem sikerült kaput találni. Végül Salamon lőtt el. Hát ebből itt kisebb csoda lett volna, hogyha ez így bemegy. Vagy egyáltalán a kapura, tehát... Ez egy kétszemélyes akció volt, de nem alakult igazából a helyzet. Nárasdi. Katona. Vissza Nárasdinak. Benkő elveszíti. Egyre több a rossz megoldás a vendégek támadó játékában. Barovics. Kasper. Előtte. Talán most nem ez lett volna a legjobb megoldás. Most ez egy felejthető megoldás volt. Nárasdi már. Benkő. Vissza Nárasdinak. Benkő kapja, 10 másodperc utána, hogy ő ellövi, éles szögből. Hát nem véletlenül vágná egy nagyot Lajkó kapufára. Ismét vedett a Old Mezővásárhely. Hát ez megint a védhető kategóriába tartozott. Tehát azért, hogy ez a labda hol ment be, az... Mondjuk ez, tehát a kapusok, minden kapusnak történik ilyen. Ez igazából egy szerencsétlen megmozdulás. Ez benne van igazából, hogy így megtréfálja őket a kapufa. Mindenképpen javulni kell játékban a kalinzsai csapatnak, de ahogy azt Dani is, és én is többször hangsúlyoztam a közvetítések során, erőlétben nagyon jól áll a kanizsai csapat. Ez is jelentett majd előnyt a harmadik, negyedik negyedben. Közben egy helyzet volt, Kasper lőtt megint, sokadik lövése már a meccsen. Nagy bravúr mutatott be Újházi. Kasper, Salamon. Dobai. Salamon, Dobai Gergely. Mocsári, nagy lóba. Dobai. Salamon lő! Szép megoldás. 5-5. Ez olyan volt, mintha zsinoron húzták volna be a kapuba. Fejezetten gyönyörű, egyenes, magas lövés volt. Szabó. Vég. Ismét Szabó. Keményen vélekedett most Dobai Gergely. Gundul vissza Szabó. Nárasdi már. Barovics van vele szemben. Szabó le fog járni a támadó idő. El is kapkodták a bejátszást. De a labda marad. Mezővásárhelyieknél. Gundl. Szabó. Gundl lóbál. Így de nagy bombát keresztett el. És velünk volt a kapufa. Hát mégis csak hazai. Hát a lövőerőnek nincsenek hiány, különben a Hódmezővásárhelyiek. Érdekes ilyen játékot látni egy sereghajtó csapattól. Külső szemlélőnek mindenképpen látványos az a mai mérkőzés. Nagy harc közben kapu előtt. Ki is állítják Nárasdit a Hódmezővásárhelyi csapatból. Ja, és az ellenőr valamit, hát összehívja a két bírót, és megbeszélik itt a történteket, valamit kiszúrhatott esetleg.
Ilyen mennyire gyakran szokott előfordulnia? Hát nem igazán gyakran, de van rá példa, tehát azért minden évben van rá. Hát ő nem látta ezek szerint szabálytalannak, ami történt. Hát előfordul ilyen. De ritka, hogy így beleavatkozzanak különben a mérkőzésbe. Általában inkább utólag javítják ki a hibákat, mint hogy így. Azért ez, hogy így bele nyúlnak, az ilyet nem sokat láttam eddig. De hogy összegezzük a látottakat, kiállították első ítéletben Dr. Nárasdit Ormezővásárhelytől, ellenőr felülbírálta, így hát most utolsó 8 másodpercben HVSC támadhat. Egy másodperc még a félidőből lejárt. Valamit javult a második negyedben a játék, ugyanakkor nem sikerült meglépni a vendégcsapattól. 5-5-tel fordulnak tehát a csapatok, hogy összegezni a látottakat? Igazából főleg a második negyedre már azért megfigyelhető volt a fejlődés, és ugye kifejezetten szép játékelemek voltak és támadások. Igazából de tényleg voltak olyan, tehát például ugye a Kasper gólja is, meg az a megúszás, ugye megúszások, amik a labdaszerzésből elindult és végigvitték a támadást. Igazán jó volt nézni sokszor a csapat játékát. Igazából kaptunk elkerülhető gólokat, amin ugye majd azért lehet javítani a harmadik, negyedik negyedben. Akartam inni egyet, de akkor ez elmarad. Na, jobb ilyen meccset kommentálni, mint amikor megyünk busszal. Ja, hát az is igaz. Megtölteni nem volt idő. Öt-öttel fordulnak tehát a csapatok. Mind a két ráúszást eddig megnyerte a vendégcsapat. Jó lenne most a harmadik negyedben elhozni a labdát és rögtön egy támadással kezdeni a második fél időt. Igen, azért egy labda elhozatal most már így jót tenne, akár csak a statisztikánknak is. És sikerül is emelni a statisztikát és támadással kezdeni a fél időt. És Dobai Péter megnyerte a ráúszást. Mocsári már. Dobai, Salamon, Dobai, Mocsári, jól löbböli be! Hát el kell is menni, szép védekezés volt Viktől, lelopta a labdát a hazai játékos kezéről. Igen, pedig azért jól lemozdult a hazai játékos, de le tudták ütni a kezéről. Ugye vízilabdában igazából, amíg a kezében van a labda, addig nagyon semmit nem lehet fújni. Salamon volt most center pozícióban az imént. Távoli lövés. Nárasdytól elmített az ő önbizalmával, pláne nincs gond. De most messze elkerült el kaput, jó labda a Lajkótól. Dobai Gergely. Szabad dobás. Barovics vissza Dobai Gergelynek. Karovics, Salamon, kiemelkedik, de visszapasszol inkább, Mocsári, Dobai, 3 másodperc, el kell lőni, próbált egy bejátszást, elveszíti a labdát végül. Nekem ez inkább átdobós cselnek tűnt, csak aztán bejátszás lett belőle. Ha mondjuk ez 3 másodperccel előbb játsza meg, akkor hatalmas gólt lő, tegyük hozzá. Cselnek talán hosszú volt bejátszásnak, rövid, és a támadó idő is lejárt. Tar. Jól teszi tovább. Víg! Bemegy Lajkó kezé között a lövése. Egy előre marad minden a megszokott kerékvágásban. Ismét vezet Hódmezővásárhely. 6-5. Hát, ha még ilyen gólokat kapunk addig, hát valószínűleg nagyon nem fog ez változni.
ugye azoknál a televíziós közvetítéseknél, ahol van ehhez technika, kapusok védési százalékát is szokták mutatni, illetve kézilabdában is nyilván. Közben egy jó játszás és előnybe kerül a hazai csapat. Nádasdit állítják ki. Mindenesetre, ha lenne ilyen lehetőség, Lajkó a mai meccsen nem mutatna túl jó százalékot eddig. Kasper. Salamon. Mocsári. Visszakapja. Felé pattintja. Kezd egy dühítőbb lenni a hibák sora támadó játékban. Hatötnél jöhet a vendégcsapat. Kettővel nevezessenek, arra kell törekedni most főleg. Tehát minél előbb kéne fordítanunk, de ugye kapkodni meg nem lehet, tehát egyre lehetetlenebb helyzetbe kerülünk, hogyha de magunknak nehezítjük meg különben, azt hozzá kell tenni. El kellett lőni, a játszatámadó idő. Végül is Víg eresztett meg egy bombát, amit Lajkó megoldott. Katona lépett ki. Akkor 5 méteres lesz ezek szerint. Láttál te ezt kiváltó szabálytalanságot? Lemaradtam a szituációnak erről részéről, de a lényeg az 5 méteres kapott. Hát bejátszották centerbe, a center ugye a kapu felé volt. És még ez sem megy be. Dobolyi Gergely hagyta ki a 5 méterest. Ugye ez szabálytalanok voltak vele szemben, hátulról letépték, ugye a center beállt a kapu felé, a hátulról szabálytalankodott vele a védője, és igen, igazából ez 5 méteres volt. Már csak ki kellett volna használni. Víg. Jól tesz ide a másik sarokba, Tar. Mutatni, keresztpassz volt az imént, de játszás azonban nem jó. Lajkó. Nincs megúszó ember, nem tud kit megjátszani. Fiatal kapus. Mégis egy hosszú labdával próbálkozik. Szabad dobás, Kasper. Kasper lóbál, ismét engedett távol lövést. Ezeket jól hatásolítja többségében Újházi. Igen, azért a vízilabdában nagyon komoly szerepe van a kapusnak is, tehát különben nagyobb is, mint régebben. Egy kapus egy jó védési százalékkal nagyon sokat tud lendíteni a csapatán. Dobai, Kasper Dobai. Nagy lóba, kiesik a kezéből a labda. Parovics. Salamon lő, leér a sarokba Újházi. Időkérés. De Ludányi Kados arca még nyugalmat sugároz. Higgyünk neki, hogy még nincs komoly probléma. Már ha ő egyszer ereszti a hangját, akkor azt meghallják még a Sugár utcán is. Hát azban mondjuk lehet valami. De az edzők, sok edzőnek különben ez a taktika, amikor nagyon izgul, akkor is nyugalmat próbál sugározni. Mérc Tamás is különben hasonlóan csinált a világbajnokság alatt. Azt le is nyilatkozta, hogy neki is idegördő volt az egész, de törekedett rá mindig, hogy a fiúknak ugye nyugalmat sugározzon. Na hát az ilyen típusú edzőknek a jó ellenpélye a Gerendás, a legendás edző. Hát igen, a Gerendás Gyuri bácsi az más kaliber. Ő mindenkinél más kaliber, igen. Tóváti. 8 másodperc, ezt úgy tűnik, itt sikerül védekezni, igen. Be kellett hozzá Lajkó védése is. Ugye az erőnlét, mi úgy gondoljuk, hogy a kanizsai csapattal lesz, viszont minél tovább tartja ezt a jó eredményt Ormezővásárhely,
nyilván pszichológiában is érvényes lesz, hogy annál inkább vérszemet kap a gyengébb csapat. Igen, amúgy ez így van, de én most már leadtam itt a vágyaimat, egy gólos győzelemnek is nagyon tudnék örülni jelen helyzetben. 3 másodperc el kell ülnie. Major engedette egy lövést. Tóáti. Már csak 2 perc, 35 másodperc, 30 negyedből. Ott van a bejátszás. Kiállítás. Kis Gyula a kiállított játékos. Barna. Tóáti. Lopja a távolságot. Szabó. Tar. Jó játsza be, lepörög, ott van még a labda, hatalmas kavarodás a kapu előtt. És víz alá vitte a támadó a labdát, a kanizsaiak jöhetnek. Keményedik a mérkőzés, így is, úgy is. Kis. Varga, be kéne ezt ütni, sikerül is. Végre egyenlítés, 6-6. Jó van, még egyet lövünk a negyedik negyed vége előtt, 7-6, és akkor így egy kellemes kis, egy kis előny, nem kellemes, de egy kis előnnyel talán tudnánk rákészülni az utolsó negyedre, az nagyon jó lenne. Lélektanilag is nagyon jót tenne ez. Szabó. Tar. Szabó kapja vissza. 10 másodperc, még kicsit a kezébe. Pillanatra majd erre ezt a távoli lövést. Itt Lajkó megold. Varga tette tovább a Lovics Zitzerben. Ezt nagyon be kéne lőni. Sikerül is, végre. Az lett a hazai csapat. 7-6. Hát ő sem volt szívbajos, fej fölé bezsákolta. De így legyen igazunk mindig különben, mint most az előbb. Szabó. 1 perc van még a harmadik negyedből. Gundl, Tóáti, kiátsza a sarokba, egyet tovább, köckölte volna Barna, résen volt a kanizsai védelem. Egy hosszú labda, nagy verseny van, kis nyeri meg, 5 méteres. Hát itt azért a vendégek kapusa különben kijöhetett volna erre a hosszú labdára, ezt nem tette meg. Ennek fejében 5 méteres lőhetünk, a támadón különben hatalmasat küzdött a labdáért. Kis. Labdával, kislő! Mellé! 2-0 a büntetőket nézve. Azért ez dühítő. Igen, de hát nem biztos, hogy azzal lövetném, aki kiharcolta. Nyilván megérdemli, hogy rálője, de azért itt elég sokat kellett küzdeni ezért a lövésért. Benkő. Gyenge lövés. Résen volt Lajkó. És kontrát fújnak a kanizsaiak ellen. Na jó, ez megint... Itt most el lehetett volna venni a hódmezővásárhelyektől. Ilyet szándékosan lefröcskölte a kapust. 10 másodperc már csak, amit előnyben támadhatnak le a vendégek. 5. Ebből már nem lesz helyzet, csak egy lövés, amit Lajkó hárít. De azt mindenképpen legalább elértük, hogy a harmadik negyedben mérkőzésen először sikerül hazai előnnyel fordulni. Igen, azért kicsit szorítottam, hogy
ugye ne kerüljünk két gólos hátrányba, mert még két gólt lőni gyorsan lehet, és megfordítani a mérkőzést, de hármat azért már problémásabb mindenféleképpen, és így, hogy előnnyel tudunk fordulni, nagyon bizakodó vagyok a mérkőzés végkimenetelével szemben. Minden esetre bármi is legyen a végeredmény, nem láttam a Hódmezővásárhelyek többi mérkőzését, de ha minden meccsen így játszanának, alig ha a tabella utolsó helyén foglalnának helyet. Hát ugye itt lehet, hogy az ő játékstílusuk ellenünk jobban tud érvényesülni. Valamint azért, hogyha ugye Pelle Balázs is itt lenne a kapuban, már csak azért is lehet, hogy nem ő védene, de Lajkónak is adna egy olyan versenykészítést, amitől ő is egy kicsit magasabb hőfokon égne, és egy-két klasszis védést is bemutatott volna. Akkor azért egy 7-4 mondjuk mindjárt másképp néz neki, mint egy 7-6. És azért ugye mindenféleképpen ezek a távoli lövéseik, ez nagyon azon múlik, hogy éppen milyen szerencséjük van, meg hogy hogyan kelnek föl. Az mellett, hogy ugye el tudnak lőni, de azért nem minden meccsen jön ez ki, hogy valakinek milyen a lövő technikája. Dobai és Barna úszik versenyt a labdáért a negyedik negyed előtt. Sikerülni elhozni a nagy fegyvertnél lenne, ugyanis két gólos előnyért támadhat így a kanizsai csapat. Az előző gondolatmenetemet befejezve és kicsit kiavítva, azért a legjobb játékosok is lőttek már 8-0-át. Tehát arra alapozni, hogy mindent kívülről lövünk, az nem biztos, hogy üdvözítő. Major lő! Mellé nem sikerül megszerezni azt a két gólos előnyt, hogy végre kicsit megnyugodhassunk itt a közvetítésben. Mondanám, hogy közvetítő állás, de inkább közvetítő ülés. Jó bejátszás! Hát nem sokan múlott az egyenlítés, Gundl ülött végül fölé, szép labdát kapott. Hát azt mit csináltuk volna, akkor mondanám, hogy gólt érdemelne. Hogy azt az imént is említettem, azt mindenképpen meg kell, hogy szemre nagyon szépen játszik a Hódmezővásárhely, és ismét egy rossz bejátszás. Lehet, hogy végig erőnléttel megnyerjük ezt a mérkőzést, de a támadójátékunk finoman szóval nem a mai meccsen volt a legjobb a szezonban. Szabó. Gundl. Kap egy szabad dobást. 9, már csak 8 másodperc a támadó idejükből. Benkő. Szabó. El fogja lőni. Hát inkább bejátszani próbálta, de se lövésnek, se passznak nem volt jó. Lajkó. Varga kapja. Varga még. Nagyon jól védekezett Benkő vele. Kis. Varga ismét. 8 másodperc. Kis lóba elvi messziről. Most jól védett Újházi, résem volt. Jó, hát felőlünk így maradt a mérkőzés állása az egész negyedben. Ebben igazad van, de azért egy gólos előnnyel ez... Hát vékony, igen. Ez játék a tűzzel. Mert ahogy említettük még a meccs elején, ugye ugyanannyi pont talál Kanizsa, a Vastas és a Zugló is. Tehát a BVHC, úgyhogy nagyon nem menne jó most egy döntetlen. Lajkó. Ismét Vargát játsza meg. Dobai Péter van még fent. Szabad dobás. Varga. Varovics. Kis. Varga. Illetve Varovics, bocsánat. Varovics lóbál vissza. Kis. Kis viszi közelebb. Végre. Belövi. 8-6, tehát. Ez már érett különben itt kanizsai oldalon. Jöttünk föl és próbálkoztunk a támadásokkal. Előbb-utóbb azért kijön ez. És egy két gólos vezetés már azért egyre biztosabb, de szokták mondani, hogy ez a legveszélyesebb különben. Legyen három.
legyen három, mert azért volt itt legalább kettő komoly egyenlítési lehetősége is a Hódmezővásárhelynek. De egyetértek Danival, innen már talán nem lehet gond. Víg. Leúszik teljesen a sorokba, majd visszateszi, Nádasdi. Hátrébb rendelt a játékvezető. Lőni kell Vígnek, és beakad. Bosszantó. Bosszantó, és elkerülhető, és ez már a sokadik elkerülhető. Minimum a harmadik, barátok között is, szóval legalább a harmadik olyan gól, amit nem lett volna szabad bekapni. Hát igen, azért ugye itt támadni is nehezebb, azért tegyük hozzá. 4.35 van még vissza a mérkőzésből, de két gólos előnyért támadhat a KVS-e. Mocsári, 10 másodperc, kislő, fölé pattan. És ugye, hogyha vannak mérkőzések, amikor elől nem jön össze, de akkor hátul kéne úgy állni, olyan szilárdan állni a lábunkon, hogy ne legyen ebből baj. Szerencsénk is van most, mert Víg kicsit túl nagy önbizalommal próbálta meg ezt a labdát átjátszani a igen, másik sorokba. Varga tud meglépni. És büntető megint. Ezt most, ha szívesen adják a bírók, mert ezeket nem nagyon lőjük be. A mai mérkőzésen mindenképpen ez a egyik hátrány a csapatnak, hogy kettőből egyet sem sikerült érvényesíteni, viszont most először Kaspar áll a labda mellé. Ő belövi. Hát nem. Nehéz erre mit mondani. Hát azért három kiagyott 5 méteres. Ezek a... meg az elkerülhető gólok igazából, hát azért ez egy jó együttest alkotnak. Igen, ez nagy közhely, de hogyha azt a 3-5 méteres belövi a csapat, akkor tulajdonképpen hátradőlve közvetíthetnénk ezt a mérkőzést, mert előtt volna már az érdemi kérdések. Ehelyett egyenlítésért támadhat, előnyben ráadásul a vendégcsapat. Most időt is kérnek. Érthető ez. Hiszen nincs mit szépíteni, ér az esély a pontszerzésre a Hódmezővásárhelynek. Hát igen, de azért hát én most itt egy kicsit lesokkolódtam, hogy fogalmazzak, tehát ez sokkoló egy kicsit ez az eredmény, meg ez a 3-5 méteres, ugye, hogy mennyire ugye szerencsénk sincsen, meg a, ugye az egész, valahogy most így nem érzem, hogy úgy össze lenne állva az egész játékképe. Hát lássuk, sikerül-e egyenlíteni a vendégeknek. Benkő átjátsza. Víg. Nádasdi. Tar. Kiemelkedik, passzol. Kiegyenlítődik a mezőny közben. Visszajöttve kiállítunk a is a játékos, és így már ki is védekezte a csapat. Komoly ítélet maradt el. Hát itt, hogyha meg tudtuk volna játszani a megúszó embert, akkor vége a meccsnek. Ehelyett Barnál áll a labda. Kasper van mellette. Nádasdi. 9 másodperc, messze vannak a kaputól egyelőre a vendégek. Tar. Nádasdi el fogja lőni. És beakad! Hát beakad!
Mit lehet erre mondani? Egyenlő azt. Sokkoló és egyenlő. Hát... Sok mindenre számítottam, de egy ilyen gólra, ilyen állásnál semmiféleképpen sem. Fölírhatjuk ezt is az elkerülhetők számlájára különben. Már az, hogy visszakerült a labda a Hódmezővásárhely, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon véleményes ítélet után mehetett végbe. Hát ott kezdődik, de azt már nem is hangsúlyoznám, tehát ez... Salamon. Jobba élő. Hát itt kellett már vége a mérkőzésen. Hát ezt csinálhatná gyakrabban is. Hogyha minket szivatnak, akkor meg nem vicces. Tehát azért itt szétizguljuk magunkat. Márasdi. Egyébként az egyik legjobb vendégek közül. Tar. Hatalmas harc bent. Márasdi, 10 másodperc. Támadó időből. Szabad dobás. Víg. Már csak 5 másodperc. El is feszítik a labdát. Jó, jó védekezés. Salamon. Ha ezt sikerül gólra váltani, bár még ott a ha, de akkor már nagyon közel kerül a győzelem. Salamon. Mocsári. Salamon. Védújházi. Egy perc van vissza, amik tulajdonképpen két támadó idő. És az egyenlítésért támadnak a vendégek. Hát a végére hagyják a döntést, na. Hát most nem kéne hátrányba kerülnünk. Nem számítottunk ilyen izgalmas ebéd előtti programra a mai mérkőzése. Várdasdi játsza be. Nincs ítélet. Itt szép labdaszerzés. Maradjunk ennyire. Igen. Végig támadjuk, akkor 5 másodpercük marad. Mocsári. Okosan a faltra ment. Ellövi! Ez a lövés, ez kevésbé volt okos megmozdulás. Hát maradjuk annyi, mert kifejezetten rossz megoldás volt. Ez 10 másodperc a vége előtt. Most van még egy lehetősége a vendégeknek az egyenlítésre. A ütéletet talán nem fognak kapni, de elég jó helyzetben kapja végig a labdát, tovább tudja játszani. Lehetőség, fölé lövi a center. És hát ezzel ér véget a mérkőzés. Ezzel ér véget a mérkőzés. Még megvártam, mert itt a szuró szemmel tekintettek a játékvezetőkre. Hát nehéz ezt összegezni, de hogyha tulajdonképpen csak a számokat nézzük, akkor 9-8-ra nyert a kanizsai csapat. Hát nyertünk, és ma talán ennyi is elég volt. Ugye ez az előző meccsen is ugye ellenük szoros volt. Igazából lehet, hogy az ő játékstílusuk nekünk nehezebb, tehát nem fekszik annyira, és lehet, hogy majd a későbbiekben más ellenfél ellen jobban kijön a lépés. Ez majd még ugye a jövő zenéje. Minden esetre az biztos, hogy megvan a 3 pont, viszont az is tény, hogyha a kanizsai csapat a rájátszásban is komoly eredményekért szeretnek küzdeni, akkor ennél több kell, ennél jobb teljesítmény kell, de bízunk abban, hogy menni fog ez. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsák meg jó szokásokat és kövessék Kanizsa Televízió közvetítéseit innen a kanizsai vízilabda meccsekről, illetve a kanizsai úszodából. És köszönöm Dainak is a szakértői munkát. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.